Uha! Sziasztok! Problémák lesznek. Na, ez így már sokkal jobb. Igen, sokkal jobb. Na, szóval sziasztok! Kicsit össze-vissza, ne haragudjatok, de ideértünk erre a mai adásra. A Galaxy Grandot most hozza a futár, úgyhogy még zenéket és videókat másoltunk rá, amiket nem tudjuk, hogy megnyit-e, mert hogy még most fejeztük be a másolást. Kipróbálni. Nagyon remélem, hogy a kép és a hang jó. És ezt rögtön meg is fogjuk. A hanggal olyan szintű parák lesznek, hogy én elég rendesen jövök le egy masszív megfázásból, ami még Barcelonában kezdődött. Igen, hát vele meg nincsen gond, hát én bírtam a hideget, a kiképzést, minden. Mindenki otthon fekszik és beteg. Én mi meg azért megpróbálom valamilyen adást összehozni, igen. Mert azért talán sokakat érdekelhet ez a Galaxy Grand készülék. Ugyanis ez hát, a pixeles tepsi, ahogy én igen, ahogy becézném. Nem a császára ezeknek a retina háborús telefonoknak, viszont az tényes való, hogy azért a Samsungnak a már megszokott, sokak által szappantartónak nevezett külsejét próbálja továbbra is alkalmazni ez a kis készülék, de hát majd mindjárt lesz meg. Tehát szappantartó és pixeles. Így van, kettő szó, amit bevezetőként lehet mondani. Ilyen kockatusolási rituálé. Pontosan, és ugye hát ki kell emelni, hogy kétfajta verziója van ennek a telefonnak, a i980 és az i982 modellszámra hallgató telefon. Nálunk most a két címes, tehát az i982-es telefon van, föl is van ide írva, majd megmutatjuk, hogy Duos, tehát ez már két szimkártyát tud egyszerre kezelni. Nyilván az Androidnak hála, idézőjelesen hála, egyszerre mind a kettő kártya nem tud akkor hálózaton lenni, hogyha telefonálunk az egyikkel, de Dual Active Standby-ra mind a kettő kártya képes. Tehát, hogy... Illetve pont, hogy nem képes. Hát egyszerre fönt tudnak lenni ilyenkor a hálózaton, amikor nem használjuk a kártyát a telefonásra. De ha valamikor beszélünk, akkor a másik inaktívvá válik. Így van. Na szóval ez egyelőre a mai témánk, ez a újabb Samsung csoda. Unboxinggal kezdünk. Így van. Ez itt a nagy semmi, ez pedig a doboz. Amit egy kicsikét megpróbálunk messzebbről megmutatni, hogyha ez a dolog ez itt működne. Mindjárt majd befókuszáljuk. Megint a fókusszal lesz gondunk, akkor meg hűlök. Nem, megvan a fókusz. Baromira nincs meg a rugó. Narancs testes. Na hát addig egy kicsit lehet beszélni arról, hogy hogy a külső doboz az egyébként teljesen Samsung megoldás, tehát hogy fehér alapon maga a telefon, itt látszódik tökéletesen, de ez a kamera, ez meg a tartója nem annyira... Ez a tartó, ez nem tudom. Nem tudjuk, hogy már mennyit fog kibírni, de lehet, hogy egy picit problémás, ez így fantasztikus kány, tehát hogy igazából... Na hát sasszeműek előnyben. Ez biztos, ez komikus. Elnézést kérünk, mindjárt javítjuk a hibát, de... Valaki szerintem a kilincs helyett ezt olajozta be, most nagyon könnyen hajlik, igen, és talán túl könnyen is. Lényeg a lényeg, itt vagyunk, itt a doboz, sokat nem lehet erről, meg nem is kell beszélni. Itt van úgy néz ki, mint egy Samsung telefon doboza. Meglehetősen hasonlít a két kép. Igen, az a dolog, hogy ez mennyivel kisebb, és hogy ez mennyire jó méret lenne, nem? Ami a dobozra van rajzolva. Hát, ez már a ma megjelent hírrel is lehet, hogy versenybe szállna, az a legkisebb telefon a világon, ami egyébként megkerülhetett, hogy tényleg a legkisebb, és az is megkerülhetett, hogy annak a telefonnak mi értelme. Biztos vannak, akik olvasták ezt a hírt, ha nem, akkor reggel ment ki. Érdemes egy pillantással lesni. Másról lehet vele telefonálni? Nagyjából valami. Nevetségesen kevés. Igen, hiába áttértünk egy pillanatra a telefonra, de semmi értelme nincs annak a készüléknek. Na de ne is kalandozzunk el, nyissuk ki a dobozt. Nagyon bohém kedvem van most, úgy érzem. Kinyitjuk a dobozt, itt van a leírás, egy csomagolásban, itt van a töltőfej, USB-s, itt van a bontatlan, természetesen micro-USB szabványt követő USB kábel, van egy headsethez tartozó kis plusz párnácskánk, vagy ilyen kis... Két színű van egy átlátszó, és van egy tömör, ugye a fülzsírosabb típusoknak. Ez gyönyörű. Illetve itt van a headset, ami agyba dugós, bár azért már ebből a fülesből, vagy füles
gumipótlásból is lehet látni. Szóval ezek a tartozékok, ami fontosabb, az maga a telefon. Ami úgy néz ki, mint egy teljesen átlagos, mert hogy ez egy stock Samsung készülék, amit az elmúlt fél évben jelent meg. Ugye a Samsung a Galaxy S3-mal kezdte ezt a természet inspirálta, lekerekített sarkú, gömbölyedett formákkal operáló formatervet. Azóta szinte minden egyes újonnan megjelent készülék megkapta. Sőt, immár a táblagépek esetén is. Igen, és egyébként a Samsung ez a vonal. Pontosan, és a Samsung ugye arra, tehát azzal magyarázza ezt a kialakítást, hogy a lekerekített sarkok miatt könnyebb átérni a nagyobb kijelzővel szerelt telefonokat is, ami egyébként, ha összehasonlítjuk, hogy egy Galaxy S3-at, vagy mondjuk egy HTC One X-et lehet jobban, vagy illetve egy LG, főleg 4X HD-t lehet könnyebben átérni, akkor van benne egy icipici igazság, hogy a kerekítettség miatt könnyebb átérni, viszont a felhasználóknál ez nem tetszős, ez a lekerekített sarok, tehát hogy sokkal férfiasabb például a rendes élekkel rendelkező telefon. Ettől függetlenül ezt az egy magyarázatot hallottam én a Samsungtól, hogy miért használják ezt a patartónak nevezett és titulált formát. Na mindegy, szóval egyébként nagy, nagyon nagy, a kijelzője 5 hüvelykes képátlójú. Sima TFT LCD technológiát használ, de erre már kicsit később rá fogunk térni. Ami még fontos, hogy ugye 5 hüvelykes a panel, ami már inkább a phablet vagy telefontáblagép hibrid kategória. Ugye 143x77 mm-es méreteket jelent. A magasság az nincs 1 cm-es, azaz pontosan 9,6 mm-es, tehát azzal nincsen probléma. Mint a vékonyság. A vékonyság. Uh-huh. Viszont a tömeg az már a gyúrósabb típusoknak való. Hát igen, érezhető egyébként, maximálisan kézbe fogjuk, mert azért nem az a pehelyes súlyú modell, tehát 162 grammos egészen pontosan, valamivel könnyebb, ha jól emlékszem, mint a Nokia Lumia 920-as, de azért abszolút érezhető. Viszont az egy másik kérdés, hogy egy 5 hüvelykes telefontól azért nem is várja el az ember az, hogy nagyon könnyű legyen. Attól függetlenül, hogy igazából, mint a Samsung bármelyik más készülékén, ezen is egy plasztik hátlap van, ami ráadásul igencsak fényes, és ezért látszik is talán a képeken, hogy új lenyomatokat is gyűjt. Viszont egy 5 hüvelykes telefontól elvárja az ember, hogy az átlagosnál magasabb felbontású kijelzőt pakoljon vele a gyártó, ami itt jelen pillanatban nem sikerült, hiszen a képernyő felbontása 480x800 pixeles, és hát ez igazából gáz. Hát mondhatni, tehát, hogy nagyon kevés. Olyan érzésem volt, amikor először bekapcsoltam a telefont, és így flangáltam a menüben, mint amikor anno a 1024x768-as monitoromon valami játék nem ment maximális részletességen, és vissza kellett venni, de egészen 640x480-ig, és ugye akkor ilyenről, hogy érsimítás, meg nem ismertem álmodni, ez volt 10 éve. Ugyanaz, amikor egy kicsit nem egyenes egy él, totálisan recés lesz. Ott például nagyon szépen tehát látszik. Itt azért a időjárás widget fölött, hogyha megfigyelitek, akkor látszik, hogy ott így húzza maga után a csíkot, illetve homályosodik a történet. Így innentől kezdve ez egy eléggé buta megoldás, hogy én nem is értem, tehát igazából követi azt a trendet, vagy azt a konstrukciót, hogy egy kétmagos, vagy két SIM-kártyával rendelkező telefon ne legyen csúcsmodell, tehát ne legyen egy ilyen minden téren tökéletesnek nevezhető, vagy legalábbis közel tökéletesnek nevezhető telefon. Egyébként egy zárójeles megjegyzés, hogy valószínűleg ennek vagy elég nagy pofont adni az alkatrendnek, ennek a trendnek az Idol Ultra X-el, ami ugye két kártyás lesz, de 4-os processzor, full HD kijelző és nagyon vékony formatervi jellemzi. Na, visszatérve erre a modellre, a kijelző az tényleg nem az igazi. Valaki kérdezte, hogy milyen pixel sűrűséget jelent ez a felbontás és a méret kombináció. Ez pontosan 187 ppi. Csak viszonyításképpen a mai csúcsgépek, például a HTC van, az majdnem 450 ppi. Nyavaja, 469. 469. A HTC van, a 440-ek az 5 hüvelykes full HD-k, a HTC van pedig 469 pixelben nincs. Hát nyilván egy HTC van az mondjuk másfélszer annyira kerül, mint ez a készülék, de ettől függetlenül
háromszor ekkora a pixel sűrűsége, tehát, és nyilván a kijelző az, amit az ember bámul, tehát igen, hát jó, hogyha az jól sikerül, de ne is húzzuk ezzel tovább a szót, hanem nézzük meg, hogy mi van még a készülék előlapján például. Igen, hát szintén ez is Samsung megoldás, hogy ugye két érintésérzékeny gomb fekszik itt még, vezérlőgomb, a menü és a visszalépés, illetve továbbra is fizikai teste tölt a kezdőképernyőre ugrás más néven home gomb, fölül pedig egy előlapi 2 megapixeles kamera, egy távolságérzékelő, illetve egy fényérzékelő, viszont rögtön látszik, és ez megint csak egy hiba szerintem a készüléknél, hogy nincsen, legalábbis ahogy látom, nincsen értesítő LED itt az előlapon, így nem kapunk villogó értesítést arról, hogyha valamit elmulasztottunk. Amit mondjuk én kimondottan szeretek az Androidban, és legalábbis pont az Androidnak titulálom ezt a... Neked kéne egy ilyen kiegészítő, hogy egy villogjon itt. Bluetooth-os sziréna. Jó, hát de egyébként hasznos, valamire hasznos, hogy elmegyek a telefon mellett, nem kell annak nyomogatnom. Jó? Na, 180 fokot fordítva a gyönyörű, lakkozott hátlap tárul elénk, ami azt, hogyha hozzányúl az ember, már olyan retkes lesz, mint erre nem is tudok hasonlatot mondani, szóval nagyon gyűjti az új lenyomatokat, és a porszemek is nagyon hamar meglátszanak rajta. És fényes, és műanyag, és kopogós, de mondjuk... Egyébként az... nem gáz, mert jól össze van rakva. Tehát csak nem recseg. Ha plastik, mondjuk, ha matt plastik lenne, akkor abszolút nem állítanánk pellengérre miatt a készüléket. Vagy ez legalább... a lakkozás, ez nem szerencsés. Vagy igazából, ha már ilyen formatervet használtak, akkor legalább a Galaxy S3-ból ismert egy kicsikét szálcsiszolt fémhatású borítást is rakhattak volna ide, ugyanis ezen nem látszik sem. Tehát tényleg műanyag, első ránézéssel is látszik rajta, hogy plastik és bum, kész. A kamera 8 megapixeles Full HD videót vesz, mellett egy ledes villanó csücsül, ez van balra, jobbra pedig a külső hangszóró látható, amit meg is nézhetünk, hogy szól, nem? Meg, persze, nézhetjük, még le akartam venni a hátlapot. De közben egyébként mondanám a dolgokat, hogy jobb oldalt van a késbekapcsoló billentyű, alul van a micro USB ajzat, bal oldalt vannak a hangerő szabályozó gombok, felül pedig a 3,5 mm-es kimenet. Ez hangos. Viszont meg egy ilyen dárkos zenével próbálkozzunk. Mi? Ezt adtad rá? Hát az nagyon szóval. Ja, hát igen, megfordítottam, és ezzel le is tanultam. Igen, ja igen. Fordítsd meg. Hangereje van. Tessék, hát beállítottam a mozgás. Nem fogjuk kiélvezni. Beállítottam a mozgás engedélyezését. Lényeg az, biztos, hogy hangereje van, elég rendes. És egyébként én meg visszatérek arra, hogy levegyem ezt a hátlapot, hogy megmutassuk, hogy hogy is állunk, már hogyha sikerül megtalálnom azt a kis részt, nincs körmöm. Na, lényegében ugyanolyan lepattintós módszerrel kell ezt a hátlapot is levenni, és ez elég masszívan ide tapad. Ugye le fogod tényleg esni. No. De szépen recseget tudom. Hát ez igen, megvan. Na, kérem szépen, itt van az egyik színfoglalat, itt van a másik színfoglalat, tehát hogy igazából két különböző helyen, nem a megszokott módon, hogy egymás mellett vagy egymás alatt terülnek el. Két különböző módszerrel tudjuk behelyezni. Ami érdekesség, hogy itt bele tudjuk rakni bármikor az akkumulátor kivétele nélkül, ide is bele tudjuk tuszkolni, ki már meg tudjuk venni. Tehát, hogy a microSD kártya csere az viszont... Az viszont itt van. Tehát, hogy ahhoz az aksit, azt ki kell innen pattintani abban a pillanatban, hogyha valamivel szeretnék. És ezzel is mondtuk egyébként, hogy bővíthető a belső memória, 64 GB-os microSD-vel maximum. Mert egyébként 8 giga, pontosan egyetlen egy modell van, ami 8 gigás háttértárral rendelkezik. Ami még fontos, hogy hardveresen egy két magos 1,2 GHz-es processzort kapunk, és 1 GB RAM-ot, mindez Android 4.1.2 Jelly Bean-nel. Tehát igazából nem egy gáz készülék ez, ha a kijelzőnél nem gurult volna a gyógyszer. Hát pontosan, és sebességben sincs abszolút igen gond, tehát hogyha megnézzük, akkor... Tökéletesen folyamatos. Most jó, nyilván nem így használja az ember, tehát csak egy imitálás arra, hogy
nincs probléma a sebességgel. Nyomhatunk egy böngészőt is. Gyorsan egy kamerát akartam előtt, már itt vagyunk. Mi ez? Persze. Legyen az. Jó, tehát itt a kamera a szokásos felülettel igazából minden funkciót elérünk, amit már a TouchWiz-től megszokhattunk. A fókuszálás az érintésérzékeny, autofókuszos, és ha megnyomjuk a képkészítést, akkor aránylag gyorsan tudunk fotókat rögzíteni, a mentés is meglehetősen sebesen zajlik. Nyilván itt a videó van, előlapi kamera, amiről beszéltünk, hogy 2 megapixeles. Nézhetünk egy videótesztet egyébként. Igen, nézhetünk egy videótesztet, hogyha a videó lejátszó. Most rajta van egy csomó olyan dolog, ami... Igen, ami nem biztos, hogy... Videó, a memória kártyán volt. Itt meg a... 700... ...1080p felbontásban. Így látszik? Látszik. Látszik. És hát nincs ezzel probléma. Full HD-t visz. Full HD-t játszunk le 480x800. Pontosan ez a kedvenc. Talán a legjobb dolog. Jó, hát... Öngesszünk egyet. Látszik, hogy tökéletesen működik. Igazából hát nem is lehetett azt várni, hogy bármi gond lesz. Ezért a Samsung komoly hardware is van mögötte. Jól optimalizálja. De... Ettől függetlenül azért. Igazából mindig mondják, hogy az idősebbeknek nagyobb gombokkal rendelkező kijelző szükséges, vagy telefon szükséges. Ezen tényleg akkorák az ikonok, hogy 6 méterről is meglátszódnak. Na, ez itt a böngésző, hopp, egy kicsit akadozott. De egyébként utána már minden rendben van. Természetesen, hogyha belemegyünk, ugye a Samsung külön beállítás esetén engedélyezi azt, hogy tördelve legyenek a sorok, viszont nem folyamatos tördelésű, tehát hogy ez a dupla kopintásos tördelés, ha jól tudom, akkor nem működik. De egyébként nagyon gyors, tehát de az elfordulás is, a zoomolás is, és a betöltés is elég sebes. Igen, tehát azon kívül, hogy tényleg a kijelző felbontás a gyenge, maga a betekintési szög az nem problémás, egy picikét talán a színek invertálódnak, hogyha elforgatjuk, de nem annyira vészes, hogy ez most probléma legyen. De ezen kívül az 1 GB RAM bőven elég arra, hogy normálisan futtassa a rendszert, a rezgés az szintén jó erős, már akit ez mondjuk éppen érdekelt, a multitasking képességek pedig hát olyanok, amilyenek. Most ez a 4 program ez nem fektette meg teljesen a telefont, de az biztos, hogy a TouchWiz felületnek hála, amit én például nem szeretek, úgyis ki fog, vagy újra fogja tölteni az applikációkat meglehetősen gyorsan, tehát hogy azért nem tudunk így órákat várni, miközben 2 program között lépekedünk. Hát lényegében kérdésekre nézzünk már rá, hogy kit mindig érdekel. Ránéztünk kérdésekre. Egyébként szoftveres oldalon egy teljesen stock TouchWiz-es Samsungot kapunk. Kérdés, hogy multiscreen-t tud-e a telefon, ha jól tudom, tud, nem? Igen, tud. Azt nem mutathatjuk gyorsan. Itt is van. Ugye a multiscreennek a lényege, beindítunk egy böngészést, és hogy a visszagombot hosszan lenyomva, még egyszer visszagombot hosszan lenyomva, előbukkan egy ilyen oldalsó sáv, ahonnan például a galériát hosszan lenyomva és ide lehúzva, hát ez érzetlen mondani szöveg, be tudjuk ide húzni, és igazából ezzel sincsen gond, tehát még ekkor se akad meg a készülék egyáltalán. Abszolút működőképes a történet. Hát ez most gyönyörű. Inkább nem hívom fel a részletekre a figyelmet, de működik rajta a multiscreen is. Oké, további kérdések? További kérdések, hogy az aksi időre jó hatással lehet a kisebb kijelző felbontás. Hát igazából valamilyen szinten nyilván jó, mert ugye kevesebb pixelt kell kirajzolni, viszont ami nagyon-nagyon sokat fogyaszt, az a háttérvilágítás, ami pedig a kijelző méretével arányos, tehát nagyobb dolgot kell bevilágítani, úgymond. És ilyen 2100 mAh-s akkumulátor, szóval nem... Viszonylag visszafogott, tehát hogy 2100 van 4,3 hüvelykes telefonokban is. Meg talán a Galaxy S3-ban is, és ugye az 5 hüvelykes modellekben azért már nagyobb aksi szokott lenni, viszont pont szerintem a felbontás miatt hiába a háttérvilágítás veszi el a főbb energiát, bele is menjünk egyébként. Közben azt kérdezik még, hogy át lehet-e érni egy kézzel. Hát, nehezen.
Nagyon. Max fényerőn van a telefon. Ezt mindjárt megnézzük. Ilyen illetve Broadcom chipset hajtja el. Ezt megmondjuk őszintén nem tudjuk. Az de biztos, hogy Cortex A9 magok vannak benne. Pillanat és utána nézünk. Ez megvan. Ez a maximum fényerő. Igen. Mi volt a másik? Na, közben váltsunk kamerát, és én megnézem, hogy... Jó, még az aksit akarom meg kell energia. Na felét. Akkumulátor. Na, szóval a kijelző, itt is látszik, hogy a kijelző messze a legtöbbet fogyasztó része a telefonnak. Jó. Töltesz közben egy AnTuTu-t? Igen. Közben akkor gyorsan letöltünk. Sőt, inkább egy kvadrantot tölts, az jobb lesz. Az AnTuTu legalább megmutatja gyorsan, hogy mi van pontosan. Arról nincs információ, hogy Gorilla Glass-e, itt utána fogunk járni a dolgoknak. Igen, az a gond, hogy annyira bizonytalan volt egyébként a telefonnak a megérkezése is a igen mai adásra, hogy tényleg előttünk sikerült befutnia. Tehát olyan fél öt körül még úgy volt, hogy nem lesz adás. Aztán kiírtuk az adást, aztán megérkezett a készülék. Úgyhogy hányattatott sorsa voltam a megérkezett a telefonnak. Igen, egyébként tényleg annyira nem vészes, tehát hogy jó pixeles, és manapság már elég sok mindenkit zavar az, hogy kicsi a felbontás. Viszont ettől függetlenül... Broadcom gyártmányú GPU van benne, az biztos. Igen. És Capri SS Buffint, van rémlik. Capri SS Buffint ír egyébként az AnTuTu. Tehát, hogy ez tudja egyébként belsőleg a cucc. És akkor mindjárt egyébként megnézzük, hogy mit tud az AnTuTu eredményben ez a két magos... Jó, annak utána fogunk járni szerintem a... Megkérdezzük a magyarországi képviseletet, hogy pontosan mi ez a... Csináljunk egyébként egy kettős kamerát akkor. Ilyen alacsonyan ez a kamera, ez nem... Ez lesz az. Ez tökéletes. Jó. Na, ezen látszik, most közben fut az AnTuTu, hogy mindenki láthassa, hogy mit tud a telefon. Na, hát így bőven mindenki látja. Szóval nem rossz a telefon, így első blikre ráadásul. De ha mindezt azért... mondjuk 4 hüvelyken adja ki a Samsung, vagy 4,3, akkor azt mondjuk, hogy ez tényleg így oké. De 5 hüvelyekre ezen az áron, mert azt nem mondtuk el, hogy kártyafüggetlenül, nyilván kártyafüggetlenül, mert két kártyás telefonra van szó, 96.000 forintba kerül a Galaxy Grand, és ezen az áron már hát QHD-t biztosan lehet kapni. Hát ott a Prestige jó, ugye. Inkább HD-t is. Igen, a Prestige jó PAP 4500, az pont nálam volt. Azért emlékszem, hogy jól a nevére. Kinek a pap? Kinek a pap? Igen, és az 4,5 hüvelyken QHD felbontással bír. Nyilván az egy kicsikét gyengébb, illetve nem Samsung márka, viszont az ára ezt tükrözi, hogy jó 30.000 forinttal olcsóbb. Plusz ott van az Evolve, aminek mondjuk elég gyenge a kijelzője. De hogyha normális márkákat, mert hogy ilyen Samsung szintű márkákat mondunk, nem kis cégeket, akkor is bizonyára talál az ember olyat, ami jobb választás. Mert például azt mondom, hogy van ez, az mindenképpen. Igen, hát az más kérdés, hogy az nem tud két kártyát, tehát hogy igen. Akinek ez fontos, illetve a nagy kijelző. Nehéz egyébként eldönteni, hogy most ez jó vagy nem jó telefon. Én azt mondom, hogy nem rossz, de drága. Tehát, hogy alacsonyabb áron, bár ez elég sok mindenre elmondható, sokkal jobb vétel lenne. Egyébként hardveresen tök oké a cucc, szoftveresen sincsen vele probléma, a 412 az teljesen vállalható. Igen, már egy Xperia, egy Samsung Ace2-n is azért már 412. De még a HTC One-on is. Igen, hogy mondjuk... Ne is menjünk bele. Vannak itt így szórások bőven. Felhasználó élményben abszolút rendben van, videókat le tud játszani tökéletesen, a nagy kijelzőnek hála a böngészést abszolút meg lehet oldani rajta, tehát hogy jól lehet böngészni rajta, gyors, mindenben hozza a Samsungtól elvártat mondjuk ki. Kivétel a kijelző. De a kijelző az tényleg gyönge, én már a Samsung Galaxy S2-nél se értettem igazából azt a 480x800 pixelt, már akkor is kevésnek bizonyult. De ott van elképesztő jó technológiát használni. Persze, tehát hogy akkor legalább volt valami előnye a dolgnak, viszont itt 5 hüvelyekre 480x800-at rakni, az már kevés. Nyilván ezzel próbálták kompenzálni azt, hogy talán tovább bírja az aksi. De ha azt nézzük, a Note 1, jó az nem újonnan, de az is már olcsóbb, de csak egy kártyás. Szóval azért vannak konkurensek, vannak
bőven olyan telefonok, amik talán egy kicsikét jobban megérik, de erre se lehetne azt mondani, hogy ha valaki ezt megveszi, akkor el fogja dobni két hét után, mert annyira rossz. Na. Tesz mikor lesz róla? Biztos, hogy jövő héten. Ha választani kéne, akkor LG Optimus A9 vagy Grand, szerintem A9. Szerintem Grand. Azt nem tudjuk, hogy melegszik-e. Real Racing 3 futatása már igazság szerint nincs idő, de ki fogjuk próbálni a tesztre, és nyilván lesz a videó is. Egyébként pont ma néztük, hogy van-e jövője, hát azt nem tudom. Nyilván lesz, mert a Samsung dolgokat viszik, mint a cukrot, tehát bizonyára ennek is elég sok, tehát ez is elég nagy példa szemben fog gazdára találni. De szerintünk nem a legjobb konstrukció az 5 hüvely 480x800 pixeles felbontás. Ja, nagyon kevés az az ember, akinek két SIM-kártya kell, nagy kijelző kell, mindezt egy készülékkel. Igen, ez egy réteg termék. Egyébként 6899 pontot ért el Antutu-ban, ami nagyon sovány egyébként. Igen, az nem sok, tehát egy az nem eleménybe, sok. De igazából teljesen lényegtelen, hogyha maga felül egy gyorsaságával. Hát igen, csak hogy mondjuk a játékok nem annyira oké. Igen, sajnos pedig mindig rakunk rá játékot, vagy igazából ameddig még beszélünk 2 percig, meg lehet próbálni bármit fölrakni egy Beach Buggy-t, de ettől függetlenül tény, ami tény, hogy van amiben gyönge, van amiben erős ez a készülék, de nagyon kevés olyan ember lesz, akinek pont erre az egy nagyon kombinációra lesz igen. Szüksége. Most ezt mindjárt le fogja tölteni egy fél pillanat alatt, és akkor meg tudjuk mutatni, hogy egy ilyen inkább talán Nvidia Tegrára optimalizált Beach Buggy Blitz, de talán ez legalább a GPU-t igénybe fogja venni, illetve a CPU-s képességeket is. Nézzük, van egy-két új kérdés. Az egyszínes változatról nincs infónk. Nem is tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni. Közben szerintem átkapcsolom a kamerát teljesen. Azért valami... Szerintem senki nem... De igen, szépen szól. A hangjával nincsen probléma, tehát tényleg nagyon hangos. És... Ez egyébként egy telefon sem tudja normálisan végigfuttatni szinte. Continue, let's go. Jó, hát majd most itt kiderül, tényleg nem ez a legerősebb grafikai teljesítményt igényelő játék. De azért látszik rajta, hogy... Hát, hogy erről nincs probléma. Na, hát ez valamennyiest azért pozitív csalódás. Itt mindjárt ugrunk egyet, aztán hol? Nem, tehát, hogy... Bírja ez. Igen, játékok terén sincs. Ups! Feltétlen gond, közben letarolok minden, nem is ez a lényeg. Szóval, amit látszik a képen is szerintem, azért elbírja ezt a játékot. Maga a telefon. Van-e valami komolyabb különbség az egy és a két kártyás változat között? Szerintem a színek számán kívül nincs eltérés. Nincs. Tehát azért is csak egy vagy két szám a verzió, vagy a modell számban is csak két szám a különbség. iPad mindig nem lesz bemutató videó. És igazából, ha jól látom, nincsen más kérdés, úgyhogy szerintem el is búcsúzhatunk, nem? Igen, még egyet frissítek. Végszóként akkor annyit el lehet mondani, hogy kicsit drága ennyi pénzért, nem rossz telefon, de nem hiszem, hogy ez most annyira kellene bárkinek is, főleg az említett Alcatel modell mellett, azt érdemes megvárni. Hát, de amire az... Igen, jó, hát most akinek az fog kell ez, vagy valami hasonló kétkártyásra vágyik, és Samsungot szeretne, akkor nincs más alternatíva. Igen. Egyébként pedig sok kínai, vagy alacsonyabb árfekvésű, alacsonyabb szintű modell, vagy gyártó is kínál már hasonló termékeket. Például a PAP. Igen, például a PAP. Vagy... Na, lényeg szóval a lényeg, akkor köszönjük a kicsit bohémra sikerült a mai adás, de... Reméljük, hogy nektek is jó kedvetek lesz így estére, jó pihenést, készüljetek az újabb térre jövő héten. Sziasztok!